Nagyon fontos mérkőzésen nyert az FK Csíkszereda a labdarúgó második ligában. Valentin Szucsú legénysége végig kiélezett harcban múlta felül a szintén kiesés ellen küzdő Resica Bánya csapatát. Új edzővel érkezett Csíkszeredában Resica Bányai Cseszeme, de a sokszoros román válogatott Dorin Elmont János sem tudta győzelemre vezetni a bánságiakat. A piros-feketében játszó csíkiak Pinter Norbert góljával behúzták a 3 pontot, és hazai pályán továbbra is veretlenek. A vége felé elfogytunk nagyon, az biztos, hogy úgy, mint fiatal csapat, újonc csapat, ahogy vagyunk, nincs meg az a tapasztalatunk még, hogy tudjuk különböző momentumokat uralni és kezelni, és ezért egy picit görcsösebben játszottunk a vége felé. A resicai csapat a végére 9 játékossal maradt, de nem adták fel, az utolsó percekben is támadtak, az FK Csíkszereda pedig hősiesen védekezett. Az eredmény miatt nem vagyok annyira mérges, mint a 2 játékosom hozzáállása miatt, akik ilyen könnyedén piros lapot kaptak. Ez megengedhetetlen ezen a szinten. A csíkiak legközelebb szombaton a Vítor Ulpán Dúri ellen játszanak, a vadonatúj Zsillvásárhelyi stadionban.